Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Mai témánk az UEFA edzőképzésről fog szólni. 97-ben indult az új típusú edzőképzésünk, melynek megindulásakor 2-5 évre becsülték azt az időintervallumot, melynek pozitív hatásai érződni fognak a magyar futballban. Üdvözlök mindenkit! Ferenci Attila játékelemet kutató és fejlesztő vagyok, előadásunk témája. Az UEFA edzőképzés önerősítő negatív tudásspirálja. Ne feledd, mi azért vagyunk, hogy a magyar futball ne dühítő, hanem üdítő legyen. Munkánkat az fogja át, hogy tudást vigyünk a rendszerbe, és áttransformáljuk az edzők futballgondolkodás módját, amely futballgondolkodás módot sajnos nem sikerül az edzőképzőnek beállítani, és előadásunk végére látni fogjuk, hogy a zavart csak fokozza. Mai újsághír. NB1 rekord alacsony számú hazai edzővel fejeződhet be a bajnokság. Az újságíró feltételek Paul Karcsi barátunk, aki tényként megállapítja a kevés számú magyar edzőt, azonban, hogy ennek mi az oka, ennek nem ment utána. Mi utána megyünk, hogy mi lehet az oka, hogy kevés a magyar edző az NB1-ben. A magyar edző természetesen mindig elméletet gyárt arra, hogy ő jól dolgozik, és ezért különböző hangok, illetve az UEFA edzőképző igazgatók nyilatkozatai hangzanak el az újságokban, amelyek a következők voltak az elmúlt mintegy 20 évben. A magyar edző is tud annyit, mint a külföldi. Ugyanazokat a gyakorlatokat csináljuk, mint kint. Az UEFA edzőképzésen ugyanazt tanuljuk, mint kint. Nézzük az embereket, akik ezt prezentálták, ezeket a gondolatokat. Mezei György, Nyilasi Tibor, Bot József, Bicskei Bertalan, Szalai László, Pintér Attila, Barci Róbert, Gele Imre, Fórián Zsolt, Mészői Kálmán, Gáncsos András, Egervári Sándor. Azért, hogy átfogó képünk legyen mindarról, ami ma történik, vissza kell mennünk a múltba egy kicsit. 1961-ig szintetizáló futballgondolkodás történt a magyar futballban, a magyar nyelv okán, a magyar észjárás okán, edzőink képben gondolkoztak és folyamatban, stílus kiindulóponttal, alakzati játékszervezése, művészi labdarúgó fölfogással. Ez a szintetizáló futballgondolkodás 61-ig működött, majd 61-től indult egy új típusú edzőképzés, amely a polárisan más irányultságú analizáló futballgondolkodást alkalmazta, amely megállapította, hogy a labdarúgás az, itt behúzom, áll technikából, taktikából, kondícióból. Ha csak összevetjük a két modellt, láthatjuk, hogy a magyar tradíció játékmodellje sokkal részletgazdagabb és lényegreható, alkotóelemekbe gondolkozik, míg a 61-től induló edzőképzés az csak alkot részekbe gondolkozik. A tradíció játékmodelljéből kivették a játékképet, mint nézőpontot, kivették a stílust, mint kiindulópontot, és kivették a gondolkodásmódot, a szintetizáló gondolkodásmódot. Ennek eredménye lett az, hogy a magyar futball egy mély repülésbe kezdett 1960-as évektől, és a mély repülés a mai napig is tart. A tradíció szakkönyvei különböző további nézőpontokból írták le a labdarúgást. Amint láthatjuk, ez a tradíció játékmodellje, amely még egyszer mondanám, stílus kiindulópontú és játékkép nézőpontú. Nézzük azokat a szakanyagokat, amelyek különböző nézőpontból írják le a labdarúgást. Holics Mamusics, a modern futball elmélet 1936 stílus nézőpontból írta le a labdarúgást. Szűs Gyula, támadójáték a labdarúgásban 1961-ben jelent meg a könyv, stratégia nézőpontból írta le a labdarúgást. Feleki László, VM rendszer című könyve, taktika, játékrendszer, csapatjáték nézőpontból írta a labdarúgást. Dr. Kovács Ferenc, alakzat vagy rendszer, 1945 című könyve, játékkép és alakzat nézőpontból írta a labdarúgást. Ádám Darvas Hidegkuti, a labdarúgás bűvös négyszöge, illetve Grosics Alberti, kapusiskola című könyve, stílus és poszttaktika nézőpontból írta a labdarúgást. Ezek a szakanyagok látszólag ellentétes gondolkodási rendet közölnek, hiszen nézőpontjuk más,
Azonban a játékkép, mint olyan nézőpont, egységes rendező elvként fogja össze ezeket a különböző nézőpontú szakanyagokat. Megjegyzem majd, a következőben látni fogjuk, hogy Sisa Tibor könyve is csatlakozhat ide, csak őt nem jelölném most a tradíció nézőpontú könyvei közé, hiszen ő a 2000-es években írt a könyvét, és nem a klasszikus régi időkben. Nézzük tovább. Mik a rendszerben való futballgondolkodás előnyei? Hát a rendszerben való gondolkodás előnye az az, hogy flexibilis, mert a labdarúgást korlátlan számú nézőpontból írhatjuk le. Ez egy kulcsfontosságú gondolat, hiszen az edzői szabadságot megadja, csak ehhez az kell, hogy megnevezzük azt a nézőpontot, ahonnan leírom a saját anyagomat. Az UEFA edzőképzésünk nem teszi meg, hogy megnevezze azt a nézőpontot, ahogy leírja, és ennek egyedüli oka, hogy nem alkotó elemekben, teljesítményszerkezetben gondolkozik, hanem alkatrészekben és teljesítmény összetevőkben. Ezért a teljesítmény összetevőktől, tehát hogy a futball miből áll, technika, taktika, erőlét, ezektől nem bír elszakadni a mai napig. Nem veszi észre, hogy ez a fajta futballgondolkodás pusztította el a magyar futballt. Nézzük tovább. Indul az UEFA edzőképzés. Az UEFA 1995-ben ajánlásként átadta a holland játékmodellt. Hát mit adott volna át, hiszen 95-ben világkupa győztes lett az Ajax futballcsapata, nyilvánvaló, hogy átadja a holland játékmodell, amely egy szintetizáló gondolkodásmódot tükröz, és nem analizáló gondolkodásmódot, amely a következő logika alapján épül föl, észlelés, állapot, cél, alapelv, feltétel, eszköz, és ami a lényeg, de jelen ábrából lemaradt, hogy van egy visszacsatolása a rendszernek, egy beavatkozó része, a probléma megoldó edzés, és visszatérünk az eredeti kiinduló pontunkra. Tehát egy rendszerelvű megközelítése a futballnak, párhuzamosan ebben az időben készült el a labdarúgás rendszerelmélete című könyvem, amelyet dr. Mezei György lektorálta, és a Mezei György azt mondta, hogy az induló A-licences képzésnek majd ez lesz az anyaga. Azonban Bot Józsefnek ez sikerült bravúrosan megfúrni, és ha a könyvem lett volna a szakanyag, akkor ma biztosan állítható, hogy a magyar futball nem ezen a szinten állna, hiszen a rendszerelvű futballgondolkodás teret nyert volna a futballunkba, és akkor a minden további edzőképző vezetőnek a léte is megkérdőjeleződött volna. Amint láthatjuk, mint ahogy mondtam, az UEFA ajánlás az majdnem rendszerelvű játékmodell, illetve teljesen más alapfogalmakat dolgozik, mint az analizáló futball gondolkodás. Nincs benne technika-taktika, technika-taktikai különböző megnevezések, mint ami a jelenlegi edzőképzésünk anyagában benne van bőszen. Mit csinált Mezei doktor és Bot József? Hát Bot József és Mezei doktor azt csinálta, hogy a pirossal bejelölt fogalmakat kivette a rendszerből, és csak az állapot és a cél blokkkal kezdett el dolgozni. Vagyis tökéletesen nem értette meg, hogy mit mond a holland anyag, és ott áttransformálták egy álholland anyagra, és ezt nyomták le a magyar edzői garnitúra torkán. Természetesen a magyar edző garnitúra annyi észt képviselt ebben a rendszerben, hogy föl se tűnt senkinek, hogy gyakorlatilag átverték őket és bekajáltatták. Miközben ez az anyag, amit itt bemutattam, ez minden magyar éledzőhöz eljutott. Tehát nem a kis ujjamból szoptam, nem külföldi anyagot szereztem be valami titkos úton, hanem ez egy Magyarországon megjelent nyilvános anyag volt, amely közszemlére került a magyar edzőképzés az edzők körében, és azon a konferencián is ott voltam, ahol ezt elmondták, illetve megjelent a Kispad című szakmai folyóiratban is, 1996-7 környékén. Hát Bot Józsi barátunk az alábbi játékmodellt alkotta meg, mint ahogy mondtam, kivette az állapot és a célblokkot a holland anyagból, ez egy szintetizáló gondolkodás, majd áttért az analizáló gondolkodásra, és hozzárendelte a technikai elem, taktikai elem, játékszemlélet, terminológiát, és mint ahogy mondtam, ettől a két terminológiától nem bír megszabadulni a magyar futball szakma, folyton folyvást visszatér hozzá, és ráadásul úgy, hogy rossz is értelmezi.
Ide behúzom kontrasztként, hogy mik azok a dolgok, amiket elfelejtettek a holland anyagból. Tehát ez volt az az álholland anyag. Amíg az edzőképzés 1961-ig, illetve 61-től két karakteres úton futott, mert az egyik egy szintetizáló gondolkodás volt, a másik egy analizáló gondolkodásmód. Itt már belépett Bott József eklektikus gondolkodásmódja, amely újabb modelleket alkot meg, és minden további edzőképző igazgató, kivétel 1-2, Bruckner és Sisa, ugyanezt az eklektikus modellt építi tovább, hogy ami eszébe jut, az belerakja, amit lát a futballból, és csak tovább fokozzák a zavart a magyar edzők agyába. Nézzük tovább. Jött a Double Pass 2019-ben, és mit ad Isten? Behozott egy térmodellt, illetve egy időmodellt, vagyis a Double Pass most indul el azon az úton, amely úton már az én szakanyagaim már 1990-es években túl voltak, illetve amit elődeim megalkottak már 1900 és 1960 között. És ezt a helyzeti előnyünket sajnos elvesztettük. De még ez se zavarta meg az edzőképző vezetőit, hogy Double Pass elindul azon a magyar úton, amin mi már voltunk valamikor, hanem változatlanul próbálják illeszteni a különböző további játékmodelleket. Sisa Tibor futball megközelítése, ők megjelöli azt a nézőpontot, ahonnan megközelíti a labdarúgást, döntés oldalról és jel oldalról közelíti meg a labdarúgást, ami teljesen logikus, hiszen a játékkép az, mint a televízió is, jelekből épül föl. Ezt az anyagát publikálta két könyvében, és ami a lényeg, hogy Sisa magyar tradícióból indul ki, illetve rendszer elvű a döntés elméleti megközelítése. Persze kirúgták Sisát, és ez a tudás vagy új irány esetleg hanvába holt, ami felesleges munkát végzett 3 éven keresztül gyakorlatilag. De hát jött Beneferi és behozta a Mourinho játékmodelljét, amely ragyogó terminológiákat vezetett be, úgy mint alapelvek, alapelvek, illetve alapelvek. Vagyis vannak elsődleges, másodlagos, harmadlagos alapelvek, és így írja le a labdarúgást, hogy szerinte a labdarúgás alapelvekből áll. Az egy másik dolog, hogy a játék modellt azt összekeveri a játék képpel is, illetve modellként is használja, vagyis egy szónak két jelentést tulajdonít. Nos, amint láthatjuk, már egy pár darab játékmodell belekerült a labdarúgásba, és majd lassan elérkezünk a jelenlegi állapothoz. Fórián Zsolt, új edzőképző igazgató, föltette a kiinduló kérdést, azt a kiinduló kérdést, ami lepusztította a magyar labdarúgást, mert rákérdezett arra, hogy mik a futball összetevői. Ahelyett, hogy arra kérdezett volna rá, hogy miben jelenítődik meg a labdarúgás, mert akkor az lett volna a válasz, hogy a játék képében és játék folyamatában, de ő megkérdezte, hogy mik a futball összetevői, majd megállapította, hogy a futball áll technikából, taktikából, erőlétből, illetve mentális tulajdonságokból, és a nyilakkal jelzi, hogy itt minden mindennel összefügg. Tehát nincs alá-fölé rendeltség, nincs egymás utániság, hanem mindig mindennel összefügg. Majd hirtelen bevezeti a stílus és alapelv terminológiát, amelyet valahonnan hallott, és utána jön a probléma neki, hogy nem tud ezekkel mit kezdeni. Hiszen a stílus terminológia az nem az analizáló futballgondolkodásmód terméke, az alapelv terminológia szintén nem az analizáló futballgondolkodásmód terméke, és ugye most jön a dilemma, hogy hogyan keverjük össze az analizáló gondolkodást a szintetizáló gondolkodásmód összetevőivel. Tehát az alkatrészt elkezdjük keverni az alkotó elemekkel, és fölteszi magának a kérdést Fórián Zsolt, hogy hogyan lehetne rendet tenni az összetevők között, ha nem értem valaminek a működését. Természetesen a megoldás megszületett az agyában, megalkotta az átfogó szuperlózungot, hiszen azt mondja, hogy a labdarúgás komplexen kell kezelni, mert minden mindennel összefügg. Hát ezzel nem hibáztam semmit, csak ugye az edzőnek az agyába azt kéne valahogy belerakni, hogy átfogó futballgondolkodása legyen, hogy tudjuk, hogy mi mivel függ össze, miből mi következik, mi miután következik, mi mire épül. Hát mondjuk ezekkel lenne, kéne tisztában lenni, de hát miután ezzel nincsen tisztában Fórián Zsolt és szakmai stábja, ezért bölcsen elmondja, hogy a labdarúgást komplexen kell kezelni, mert minden mindennel összefügg.
Ez körülbelül annyit jelent, hogy gyártok egy gépkocsit, és akkor megkérdezik, milyen lesz a gépkocsi. Ha lesz négy kereke. Ha mondtam valamit is, meg nem is. Ha nyilván majd négy lesz, mert akkor egyébként fölborulnak. No, a következőkben fölvázoljuk azt a negatív tudásspirált, amely hajtja folyamatosan a szakadék felé a magyar labdarúgást. Amint az előző diákból láthattuk, rengeteg játékmodellt vezettek be a magyar labdarúgásba, az edzőképzőnek nincs az átfogó, áttekintő képessége, hogy rendszerezze ezeket és valamilyen irányba állítsa, és összehasonlíthatóvá tegye az egyes játékmodelleket. Sajnos intézményesített keretek között szervezetten történik a magyar edzők lebutítása az MLS segedelmével, az edzőképző intézet segedelmével, és ennek még az sem szab határt, hogy gyakorlatilag az MLS jelenlegi vezetése 2011 óta előre meghatározott stratégiai program mentén fejleszti a magyar futballt, mert sajnos a tudás nem tört be a rendszerbe, a tudásnak nincs létjogosultsága a rendszerbe, és a tudás felismeréséhez is tudás kellene, ami meg hiányzik a rendszerből, amit látható. Na, haladjunk tovább. Az edzőképzésnek a magyar tradíció semmi köze, noha 1997 óta erre hivatkozik Mezei, Bot, Bicskei, Szalai, Liszkai és Fórián is. A témában soha egyikük sem kutatott, maximum elolvasták Puskás életregényét, és megállapították, hogy Puskás öcsi mitől volt jó, miközben Puskás a kultúra végterméke volt, és nem maga a kultúra. Puskás előtt is voltak végterméket, úgy hívták, hogy Sárosi, Orth, Lázár, Schlosser, Schaffer és egyéb nagyágyúk, akik legalább olyan szintű futbalisták voltak abban az időben, csak a nemzetközi karrier hiánya okán nem lehettek világhírű játékosok. Nos, nézzük az előző okfejtésünknek a következményét, hogy mindig az aktuális igazgatónak a tudás jelenik meg a képzésben, és nem az iparági tudás. Gyakorlatilag a ma igazsága a holnap tévedése lesz, és így nincs kontinuitás a rendszerben. Ennek következménye, hogy alapfogalmakat nem egységesen értelmezzük, tehát a futballról való beszélgetésnek értelme nincsen, hiszen szakmai párbeszéd sincs, szakmai vita sincsen. Hát azért nincsen, mert még az alapfogalmakban se egyeztünk meg, így gondolatot sem tudunk cserélni, hiszen mindenki más fog taktika, technika, meg stílus, meg játékkoncepció és egyebek alatt érteni. Mint ahogy egyébként jelenleg is ez zajlik, hogy amíg elődeink a taktikát például játék elgondolás részleteinek vették, hadrendnek és haditernek, addig ma a célirányos játékos mozgásnak vesszük például, vagyis motoros tevékenységként értelmezzük, ami egyébként mentális tevékenység. Vagy ugyanez vonatkozik a stílus terminológiára, vagy ugyanez vonatkozik a technika terminológiára is. Nézzük tovább. Az alapfogalmak nem egységes értelmezésének következménye, hogy eklektikus és zavart gondolatvilág lett az edzői társadalomban. Ennek eredménye, hogy nem is írunk szakkönyvet, nem is írunk szakcikkeket, hiszen zavart gondolatvilágot ki szeretne közzétenni. A legnagyobb vicc egyébként, hogy nemrég jelent meg Olvasd a játékot címmel könyv, bloggerek írták, és a bloggerek komolyabb anyagot hoztak létre, mint a komplet edzőképző együttvéve. Az eklektikus zavart gondolatvilágnak a következménye, hogy az edzőképző nem átfogó futballgondolkodást ad. Ennek következménye, amikor jön egy új edzőképző igazgató, csinál egy helyzetértékelést, és megállapítja, hogy kevés az edzők tudása, ezért gyakorlatban azonnal hasznosítható tudást szeretnénk átadni. Ennek egyenes következménye, hogy kitermelik a futball szakmunkásokat, a gyakorlatban gondolkodó edzők prototípusát. Melynek következménye, amikor az edző elmegy egy edzőkonferenciára, akkor megállapítja, hogy ezen a konferencián sem tanultam semmit, semmi új nem volt, mindegyik gyakorlatot ismertem. Én, aki ott vagyok az edzők között, folyamatosan jönnek oda hozzám, bögdösnek oldalba, te láttad? Hát ezt a gyakorlatot ismerem. Hát, semmi új nem volt itt, semmi új nem volt. Magyarul nem ismeri föl az edző a mentális üzenetét a gyakorlatnak, mert ő csak a gyakorlatot látja. És akkor itt vissza tudunk kanyarodni arra, ami a kiinduló prezentációnk diája volt, hogy hát mi ugyanazokat a gyakorlatokat csináljuk, mint kint. Hát nem is értem, mi mitől vagyunk szarok. Hát pontosan azért, mert nem futballt tanítunk, hanem csak gyakorlatok végeztetésére fejlesztjük a játékos.
Az eddigiek következménye, hogy a kör kezdődik erről. A tudásdeficit egyre nő, és egyre fokozódik a zavar az edzők agyában. Természetesen Fórián Zsoltot is majd lapátra teszik Barczi Róberttel együtt, és majd jön egy új vezető, amely kezdi előről a kört, amely új vezetőnek egy dolognak kell megfelelni, lojális legyen rendszerhez, tudás nem kell hozzá, csak nehogy nevetség tárgyává tegyük az MLS komplett vezetését, hogy hogyan navigálják félre a magyar labdarúgást. Nézzük, hogy a tudás korábban jelen volt a labdarúgásban. Hogyan viszonyultak az edzők a tudáshoz? Megjelent a Kispad című újság 1990-ben és 98-ig üzemelt ez az újság. Előde volt a labdarúgó edzőújság, ami szintén megszűnt, egyébként MLS kiadvány volt. Ezt meg a labdarúgó edzők testülete adta ki, mert régen még ilyen is volt labdarúgó edzők testülete, amely egyébként mindig működésképtelen lesz, mert mindig függött az MLS-től. Tehát az MLS csak olyan labdarúgó edző testületet támogat, amely mindenben egyetért az MLS-szel. Az persze az MLS-nek nem tűnik föl, hogy 1960 óta N plusz egy fejlesztési programot végrehajtott, és még egyik se ért el eredményt, vagyis nem jól dolgozik az MLS, de azért elvárja, hogy mindenki csendben legyen a környezetében. Nos, nézzük a nyitó gondolatait Lackó Mihály MLS elnöknek, ami azt mondja, hogy ahhoz, hogy a lap ne legyen ráfizetéses, több mint 3000-et kell eladnunk belőle. Reméljük, hogy saját érdekük is ezt azt követeli, hogy jelentős ráfizetés miatt ne szűnjön meg a Magyar Labdarúgóedzők Testületének lapja. Ez az edzőknek szólt, hogy saját érdekükben kellene, hogy képezzék magukat. Nos, elmondanám, hogy a futballtréner újságom az azért indult meg 2002-ben, mert megszűnt a Kispad újság. És a Kispad újság miért szűnt meg? Azért, mert 8 év alatt összes előfizető 600 fő volt, tehát nem hogy 3000, hanem 600. Ezt úgy tudta elérni az MLS, hogy mind a 20 megyében promotálták a lapot, ingyen osztották, és még azt is elmondanám, hogy az újságnak az előfizetése az olcsóbb volt, mint amennyire kipostázták. Tehát kipostázták mondjuk az újságot 100 forintért, és 50 volt az előfizetése. Tehát nem, hogy 3000-et nem ért el az alap elő, hanem 600 volt a csúcsidőszakban. Nem csoda, ha megszűnt a lap, mert az MLS csak ráfizetett erre. Tehát körülbelül ennyire kellett a tudása a magyar edzői társadalomnak, de mindig azért kirekesztő módon elmondják, hogy miért szar a magyar foci. Mindenki hibás, csak az edzői társadalom nem. Ugye ennek okán indult be az infrastruktúra fejlesztés és a tömegesítés, mert Mezei doktor megállapította a stratégiai program indulásakor, hogy 100 000 játékos termel ki egy nemzetközi klasszist, tehát tömegesítsünk. Megindult a tömegesítés, 300 000-nél járunk, és még nincs mindig három nemzetközi klasszisunk. Esetleg a Szoboszlaiból lesz az első. Majd Egervári Sándor elmondta, hogy azért gyenge a magyar futball, mert rossz az infrastruktúra, megnőtt az infrastruktúra, megint nem lettünk jó. Akkor elmondták, hogy azért, mert nincs pénz a futballban, mert ingyen nem lehet dolgozni, most van pénz a futballban, és még mindig nem fejlődünk. Úgyhogy ragyogóan gyárt elméletet a magyar szakma, azonban az nem tűnik föl neki, hogy az ész hiányzik a rendszerből. Szerencsére Rossi mintát mutat nekik, hogy egy C szintű olasz edző többet tud a labdarúgásról, mint a komplett magyar szakma együttvéve, az összes A, B, C, meg a bánat tudja hány prolicences edzővel együttvéve. Nos, ne feledd, változatlan lendülettel mi azért vagyunk, hogy a magyar futball ne dühítő, hanem üdítő legyen. Nagyon fontos, hogy jelen prezentációt, vagy annak részeit az szerzőírásos engedély nélkül bármilyen formában, vagy eszközzel reprodukálni, terjeszteni, oktatási célra felhasználni tilos. Természetesen ez nem vonatkozik a Double Pass, meg Mourinho és egyéb anyagokra, hanem csak azokra a szellemi termékekre, amelyeket én publikáltam. Iratkozz fel csatornákra, úgy gondolod, hogy tanultál valamit az előadásból, akkor az alábbi bankszámra számon támogass tudást megosztó munkánkat. Látogasd a futballtrénerok.hu oldalt, mert mi az MLS helyett dolgozunk, tudást viszünk a rendszerbe. Ha fölkeltettük a magyar tradíció irányába figyelmedet, akkor látogass meg a futballszakkönyv.hu oldalt, ahol rendszerelvű és képmodellezett labdarúgásról találhat szakanyagokat, különböző alakzati játékszervezésekről, illetve a tradíció szakanyagai is elérhetők, természetesen csak azok, amelyek hozzátettek a labdarúgáshoz, és nem azok, amelyek elvettek a labdarúgásból.
Köszönöm a figyelmedet, találkozunk a következő videóban, iratkozzál fel a csatornánkra, lájkold az előadásunkat, oszd meg, hogy máshoz is eljusson a tudás, kommentmezőbe írd a véleményedet, vitatkozzunk, beszélgessünk, viszlát mindenkinek!